Köszöntöm a kedves érdeklődőt, Tíli Ádám vagyok. A következő diasor segítségével a PhD disszertációmat mutatom be, amelynek címe a foszfor szerepe a vas archeometallurgiájában. Az archeometallurgia a fémek előállításának és feldolgozásának múltját vizsgálja. Ezt a kettős felosztást követem a disszertációmban is, amely két fő részből áll. Az első fejezet a foszfor szerepét tárgyalja Somogy avar és honfoglaláskori vas előállításának vonatkozásában. Ennek első alfejezetében az archeometallurgiai jelentőségű Somogyi gyáfas érceg geokémiai jellemzőivel foglalkozom, a másodikban pedig azzal, hogyan módosítható a vasbuca foszfortartalma a bucavas kohászat során. Ezután ismertetem a fejezethez kapcsolódó téziseket. A második fejezet a speciális, nagy foszfortartalmú bucavas, az úgynevezett foszforvas feldolgozásával foglalkozik, és a foszforvas szerepét vizsgálja a damaszkolt pengékben, amelyeknél, mint az elmúlt évtizedben kiderült, a foszforvasat nagy mennyiségben használták fel. Ennek első alfejezetében a középkori damaszkolt pengékhez használt foszforvas foszfortartalmának meghatározásával foglalkozom, míg a másodikban azzal, hogy milyen mechanikai tulajdonságai voltak a középkori damaszkolt kardpengéknek. Ezután ismertetem a fejezethez kapcsolódó téziseket. Kezdjük tehát a foszfornak a vas-somogyi, a varkori és honfoglaláskori vaskorászatában játszott szerepével. Korábban a magyarországi iparrégészeti feltárások során a középkori vaskohászat nyomaira bukkantak. Az egyik nagy vaskohászati centrum Somogyban volt, ahol avar és honfoglaláskori bucakemencék kerültek napvilágra, összesen 8 régészetileg feltárt lelőhelyen. Ezen kívül Somogyban mintegy 50 salakokkal jelzett fel nem tárt vaskohászati műhely ismert. A középkori Somogyban kétféle bucakemence típus volt használatban. Az avarok a szabadon álló avar vagy nemeskrét típusú bucakemencét használták, míg a honfogló magyarok a műhelygödör oldalfalába épített, fajszi típusú, beépített bucakemencét. Korábban számos úgynevezett próbakóstást végeztem el a fajszi típusú, rekonstruált bucakemence másolatával, nyírségi gyepasérceket kósítva. Ezek a gyepasércek nagy foszfortartalmúak voltak, és kóhúsításukkor a foszfor, a salak és a vasfázis közötti megoszlással bekerült a vasbucába is. Ha a foszfor kb. 2 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségben jelent meg a vasfázisban, akkor a vasbuca meleg törékeny lett, mert a szemcsatárokon megjelenő vas, vasfoszid eutektikum a kovácsolás 1100-1300 fokos hőmérsékletén megolvadt. 2 tömegszázalék foszfortartalom alatt, bár a vasbuca kovácsolható volt, a belőle kikovácsolt vastárgyak ridegek és törékenyek voltak. A nyírségben nem ismerünk vaskorászatra utaló nyomokat. Az ásványtani szakirodalom szerint viszont az egyetlen korábban ismert Somogyban lévő somogyszobi gyepasérceterep gyepasércei szintén nagy foszfortartalmúak. Így betöltött fel az a kérdés, hogy vajon Somogyban, ahol nagyon intenzív vaskorászat folyt az avar és honfogláskorban, vajon szembesültek-e a foszfor okozta súlyos technológiai problémákkal, és ha igen, akkor milyen megoldást találhattak rá? A kérdések megválaszolásához először az archeometallurgiai jelentőségű somogyi gyepas érceg geokémiai jellemzőit kellett meghatározni. Terepbejárások során feltérképeztük a somogyi gyepas érctelepeket. Részletesen leírtuk a megfigyelt gyepas érctelepek kialakulását, illetve elvégeztük azok genetikai csoportosítását is. Terepi megfigyeléseink alapján megállapítottuk, hogy elsősorban az óholocén áttéri, mocsári lápi környezetben kialakult, jelenkori pattakmetrekben feltáruló, úgynevezett biogén gyepasérc lencsékben, illetve egyes, ezek áthalmozódásával és dúsításával keletkezett, úgynevezett áthalmozott gyepasérc rétegekben található gyepasérc szolgált Somogyban folyó intenzív avar és honfogláskori vaskohászat ércbázisául. Ennek oka, hogy ezekben a gyepasérc telepekben nagy mennyiségben jelenik meg a jó minőségű, nagy vastartalmú gyepasérc. A kis kiterjedésű úgynevezett limonit indikációknak archeometallurgiai szerepe nem volt. Az egyes gyepasérc telepeken begyűjtött minták röntgenfluoreszcens vegyelemzési eredményei alapján megállapítható, hogy az archeometallurgiai szempontból fontos somogyi gyepasérc telepekben található gyepasérc foszfor-pentoxid tartalma nagy, 3-7 tömegszázalékos. Továbbá ezekre a gyepasércekre általában jellemző a jelentős 3-14 tömegszázalékos kálciumoxid tartalom is. A vasbuca foszfortartalmának módosítási lehetőségeit vizsgálandó, összehasonlító anyagvizsgálatokat végeztem régészeti feltárásokon előkerült középkori salakmintákon, illetve somogyi gyepasércek próbakósításával kapott kísérleti salakmintákon. A salakok pásztázó elektronmikroszkópus anyagvizsgálatával megállapítható volt, hogy mind a kísérleti, mind pedig a régészeti salakok nagy, körülbelül
2-8 tömegszázalékos mennyiségben tartalmaztak foszforpentoxidot, illetve hogy a régészeti salakok többnyire nagy, kb. 6-25 tömegszázalékos mennyiségben tartalmaztak kálciumoxidot is. Megfigyelhető volt továbbá az összefüggés, hogy minél nagyobb a salak bázisítása, annál több foszforpentoxidot volt képes tűs megjelenésű kálciumfoszfát formájában megkötve tartani. Hasonló szövetszerkezetű salakot a somogyi gyepfasércek kálciumoxid beadagolás mellett történő kósításával kaptam. A próbakósítások során megvizsgáltam a kálciumoxid beadagolásának hatását a vasbuca foszfor tartalmára. Az archometallurgiai szempontból jelentős, somogyi gyepfasércelepekről származó foszfordús gyepfasércek korhű próbakósításai során kálciumoxid beadagolása nélkül nagy foszfortartalmú, melegtörékeny és szobahőmérsékleten rideg bucavas volt előállítható. Egy kiválasztott, petesmalomról származó foszfordús gyepfasérc próbakósításakor viszont kálciumoxid beadagolásával először a melegtörékenység szűn meg, majd még több kálciumoxid beadagolásának hatására méréshatár alá csökkent a kapott vasbuca foszfortartalma, és a bucavas már rideg sem volt. Az ábrán látható egy kálciumoxid beadagolása nélkül kapott melegtörékeny vasbuca és egy kálciumoxid beadagolással kapott kovácsolható vasbuca szövetszerkezete. Mind a kísérleti, mind pedig a régészeti mintáknál megfigyelhető volt az összefüggés, hogy minél nagyobb volt a salakbázisítása, annál kisebb volt a vasfázis foszfortartalma. Mindezek után az első tézis így hangzik. A somogyi, avar és honfoglaláskori bucavas kohászatban a területen fellelhető foszfordús gyepfasércek kósításával nagy foszfortartalmú bucavasak voltak előállíthatók. Ennek három alátámasztása. 1. A területen fellelhető gyepfasércek nagy foszfortartalmúak. 2. A rekonstrukciós kísérletek során nagy foszfortartalmú bucavasak voltak előállíthatók ezekből a gyepfasércekből. És 3. Hogy a régészeti salakminták szintén nagy foszfortartalmúak. A második tézis pedig a következőképpen hangzik. A somogyi avar és honfoglaláskori bucavas kohászatban a területen fellelhető foszfordús gyepfasércek kósításából előállított bucavasak foszfortartalmának csökkentésére kálciumoxid tartó betétanyagokat, például mészkövet, meszesebb gyepfasérceket, vagy esetleg fahamut használtak. Ennek három alátámasztása a következő. 1. A területen nagy kálciumoxid tartalmú gyepfasércek és mészkiválások lehetők fel. 2. A rekonstrukciós kísérletek során mézbeadagolással hatékonyan volt csökkenthető a vasbuca foszfortartalma. És 3. A régészeti salakminták szintén nagy kálciumoxid tartalmúak. A disszertáció második fele a speciális, nagy foszfortartalmú bucavas, az úgynevezett foszforvas feldolgozásával foglalkozik, és a foszforvas szerepét vizsgálja a damaszkolt pengékben. A damaszkolt pengék kiváló mechanikai tulajdonságairól máig nagyon sok mítosz, legenda él a köztudatban, amelyeket általában a szakirodalom is megerősít. Azonban az elmúlt 10-12 évben elvégzett archeometriai vizsgálatok során kiderült, hogy a középkori damaszkolt pengéknél foszforvasat használtak fel. A kardok esetében a penge középső része, a kések esetében pedig a penge foka volt általában damaszkolt. Felvetődik tehát a kérdés, hogy milyen mechanikai tulajdonságokkal rendelkezett a középkori damaszkolt pengékben felhasznált foszforvas, és hogy mi volt a damaszkolás funkciója, mindössze a díszítés, vagy javította a pengék igénybevételi szempontjából fontos mechanikai tulajdonságait is. A középkori damaszkolt pengékben felhasznált foszforvas foszfortartalmának meghatározása céljából damaszkolt kard és késpengék archeometriai vizsgálatát végeztem el. A minták metallográfiai vizsgálata alapján a pengékben felhasznált vasútvezeteket egy stilizált ábrán mutatom be. Megfigyelhető, hogy mindegyik pengénél foszforvasat használtak fel a damaszkoláshoz, mégpedig foszforvas plusz lágyvas, vagy foszforvas plusz acél anyagpárosítással. A pengék egy része normalizált, másik része nemesített volt. Elektron mikroszondás mérések alapján a damaszkolt kard és késpengékben felhasznált foszforvas foszfortartalma átlagosan 0,4-1,4 tömegszázalék volt. A foszforvasat az archeometallurgusok mikrokeménységméréssel szokták beazonosítani. Ahhoz, hogy a foszfortartalom is megbecsülhető legyen, egy közelítő összefüggést határoztam meg mikrokeménységmérési lenyomatokban végzett elektron mikroszondás mérések segítségével.
A foszforvas mechanikai tulajdonságainak meghatározása céljából, és azért, hogy kiderítsem, hogy a damaszkolás valóban javította a mechanikai tulajdonságokat, mechanikai anyagvizsgálatokat végeztem a damaszkolt pegékhez használt buszavas alapanyagokon, lágyvason, foszforvason és acélon, normalizált és nemesített őkezérségi állapotban, és az ezekből damaszkolt próbatesteken. Kémiai összetételük és vetszerkezetük alapján ezek a próbatestek jól reprezentálták a vizsgált középkori damaszkolt pengéket. Referenciaként S235-ös anyagminőségű mai acélt választottam. Ezen az ábrán a sárpi féle ütvehajlító vizsgálatú kikovácsolt próbatestek láthatók. Itt látható az ütőmunka próbatestekből származó egy-egy reprezentatív minta metallográfiai csiszolata. A szövetszerkezetet és a kémiai összetételt a mintákon végzett metallográfiai vizsgálatokkal és elektronmikroszondás mérésekkel határoztam meg. A szakító próbatesteket a kettétört sárpi próbatestelekből meleghengerléssel készítettem, így volt biztosítható, hogy ugyanazon az anyagon legyen elvégezve mindkét mechanikai anyagvizsgálat. Ezen a dián a szakító vizsgálatok során regisztrált erő-elmozdulás görbék láthatók az egyes próbatestekre, azonos színnel jelölve a próbatest típusokat. A sárpi és a szakító vizsgálat alapján meghatároztam az egyes próbatest típusokra jellemző átlagos szilárdsági és szívósági mérőszámokat, illetve azok szórását. Az eredmények alapján három megállapítást tehető. 1. A damaszkolt anyagokhoz felhasznált foszforvasat jó reprezentáló 0,9%-os foszfortartalmú foszforvas, bár szilárdsága nagy, nagyon kis szívósági és alakíthatósági mérőszámokkal jellemezhető. 2. A damaszkolt anyagokban a felhasznált alapanyagok mechanikai tulajdonságai kiátlagolódnak, ezért a foszforvas felhasználásával készült damaszkolt anyagok szintén kis szívósággal és alakíthatósággal rendelkeznek, ráadásul függetlenül a kialakított mintázattól. És 3. Általánosságban az is jól látható, hogy a salakzárványokat tartalmazó bucavas a salakzárványok bemetsző és feszültséggyűjtő hatása miatt sokkal kevésbé szívós, mint a mai modern acélok. Ez leginkább a lágyvas pucavas próbatestek és a hasonló kémiai összetételű és szövetszerkezetű, de salakzárványokat nem tartalmazó mai S235-ös anyagminőségű acélból készült próbatestek szívósági és alakíthatósági mérőszámainak összehasonlításával látható. Összességében tehát megállapítható, hogy a damaszkolás nem javította a mechanikai tulajdonságokat. Ezek után elvégeztem a kartpengékhez használható anyagok rangsorbeállítását a minőségbiztosításban is használt MCA és AHP módszer segítségével. Az MCA módszer szerint három kritériumot határoztam meg. Az első a dinamikus igénybevétel okozhatóra szemben mutatott ellenállás, amely az ütőmunkával függ össze. A második a kis hajlító igénybevétel okozta maradó alakváltozással, azaz meggörbüléssel szemben mutatott ellenállás, amely az egyezményes folyáshatárral függ össze. A harmadik pedig a nagy hajlító igénybevétel okozta töréssel szemben mutatott ellenállás, amely a fajlagos törési munkával, a szakadási nyúlással és a kontrakcióval függ össze. Ezután az AHP módszer szerint súlyszámokat rendeltem az egyes kritériumokhoz, így a kartpengékhez használható anyagok rangsorát meghatároztam a 6.-tól 8. és a 9.-től 10. századi kartpengékre. Ezek alapján a középkori kartpengékhez a legjobb anyagválasztás a lágyvas vagy a nemesített acél lett volna. A damaszkolt anyagok tekintetében pedig a legjobb mechanikai tulajdonságokat adó anyagparosítás a foszforvas és a nemesített acél volt. Ezek után a harmadik tézis így hangzik. A középkori foszforvas felhasználásával készült európai damaszkolt pengék archeometriai vizsgálat alapján a pengékhez 0,4-1,4% foszfort tartalmazó foszforvasot használtak fel. Az ilyen foszforvasot jól reprezentáló korhűen előállított buszavas a mechanikai anyagvizsgálati eredmények alapján rendkívül üteg és törékeny, a szívóságára és az alakíthatóságára jellemző mérőszámok kicsik. Az átlagos ütőmunka 2 zsúl, az átlagos fajlagos törési munka 20 zsúl per köbcenti, az átlagos szakadási nyúlás 5%, az átlagos kontrakció pedig 3%. A negyedik tézis. A középkori foszforvas felhasználásával készült európai damaszkolt pengék esetében a damaszkolás mint eljárás a szakirodalom ide vonatkozó megalapításaival és a közhiedelemmel ellentétben nem módosította kedvezően a mechanikai tulajdonságokat, funkciója csupán díszítés volt. Ennek oka, hogy a damaszkolás során használt rideg és törékeny foszforvas rossz mechanikai tulajdonságai a damaszkolt anyagokban is megjelentek, függetlenül az anyagparosítástól és a kialakított mintázattól. Végül pedig az ötödik tézis. A középkori foszforvas felhasználásával készült európai damaszkolt kartpengéknél az igénybevételekkel szemben mutatott ellenállás szempontjából a kardok középső damaszkolt részéhez a legjobb anyagparosítás a foszforvas és a nemesített acél volt.
Ezt a mechanikai nyelvvizsgált eredmények statisztikai kiértékelésének eredménye támasztja alá.